Bánáti és Hartwig építész iroda új irodaépülete. A Bánáti Béla és Hartwig Lajos vezette Bánáti és Hartwig építész iroda idén ünnepli 25 éves fennállását. Építészetükben és mindennapjaikban hangsúlyos a jelen van a fenntarthatóság, ennek szellemében tervezték meg és építették újjá irodaépületüket is. Kérném, hogy tartsák meg a prezentációk. Jó estét kívánok mindenkinek! A legzöldebb az az épület, ami már megépült. Amikor megszültük a felismerést, hogy kinőttük irodánkat, és már nem félünk el, nagyobbra van szükség, akkor eldöntöttük azt, hogy nem építünk újat, hanem keresünk egy olyan épületet, amit tudunk hasznosítani a céljainknak. Ha újat építettünk volna, 380 fának kellene 100 éven keresztül elnyelni azt a széndioxid mennyiséget, amit ez az építés okozott volna. A Föld széndioxid kibocsátásának 39%-a káért az épületek felelősek valamilyen módon, ezen belül 11% az, amit közvetlenül az építkezések okoznak. Nekünk építészeknek ezért fokozottabb a felelősségünk. Építünk, bontunk, vagy újrahasznosítunk. A döntés legtöbbször nem a miénk, hogy bontunk, vagy építünk, vagy újrahasznosítunk. De kezünk ügyében rengeteg olyan lehetőség van, rengeteg olyan eszköz áll rendelkezésre, amivel ezeket a döntéseket befolyásolhatjuk és a helyes irányba tudjuk terelni. Nem festettünk le, nem burkoltunk le semmit, csak azért az épületünkben, hogy szép legyen. A szépség az egy másik boszorkány konyhában született. Törekedtünk viszont arra, hogy minél több olyan szerkezetet hasznosítsunk, amit azért meglévő épületből kinyertünk. A homlokzaton üvegtéglák voltak, illetve portálszerkezet, amit beépítettünk a tárgyalók közötti válaszfalként, illetve a gépésztervezőnk minden tiltakozása ellenére azokat a radiátorokat, amiket a bontás során nem loptak el, felújítottuk és beépítettük. Csak egy picivel került többen, mint hogyha újakat vettünk volna. De nem csak az volt fontos számunkra, hogy megóvjuk a környezetet, hanem a munkatársainknak a véleménye és a jóléte is. Ezért elhatároztuk, hogy tervpályázatot írunk ki, és ezt Lőcsei Vera terve érte meg, de a közönség szavazatokkal együtt, tehát egyöntetűen. Ebből a koncepcióból fejlesztettük ki végül a tervet. A terek formálják a közösséget is. Az alsó szinten az egész irodának jut hely a közös eseményekhez, de hogyha betéved egy külső látogató, mondjuk egy közös programra, vagy egy szakmai programra, akkor ő számára is jut hely. Kerékpárral is nagyon sokan járnak az irodába közülünk, most először végre tudunk elegendő helyet biztosítani a kerékpároknak, és méltó körülményeket az öltözködéshez, illetve a tisztálkodáshoz is. Az egyik legfőbb közösségformáló tevékenység az étkezés. Az étkező konyhában minden hónap utolsó péntekének reggelén egy közös batyus reggelit hozunk létre, tartunk, és erre most már megfelelő teret is kaptunk. És hogy mi a legfőbb tanulsága az irodaprojektünknek? Számunkra az, hogy az ökológikus és szociális gondolkodás, építészeti gondolkodás megteremti a saját formavilágát, és némi kreativitással párosulva új esztétikai értéket teremthet. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a prezentációt. Halljuk a zsűri kérdéseit, hozzászólás. Igen. Kérhetnénk a Verát a színpadra? Hogyne? Verát kérjük a színpadra. Lőcsei Vera, ugye? Lőcsei jól tudom. András? Mondom akkor én először. Itt azon kezdtünk csendben vitatkozni, hogy mondjak már valami rosszat, hogy valaki mondhasson jót, de nem nagyon tudok, mert hát ez nagyon, nagyon gyönyörű ez a projekt. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az épületet, ez ugye egy egykori vendéglő, azt hiszem, Alba Régia vendéglő épület, ezt nagyon régóta nézegettem én azon a sarkon, abban az állapotában, ahogy ti is beleszerettetek. És én is mindig azt láttam benne, hogy hát ebből valami csodát lehetne csinálni.
mert olyan szépek a formái, az a fekvése azon a kis téren, az a pergolás tetőterasz, az a merész lépcső. Tehát ez annak a fajta 60-as évekbeli klasszikus modernitásnak egy olyan remek alkotása, ami arra várt, hogy valaki, aki szereti ezt a korszakot, és ne csak törmeléket lásson benne, hogy az olyan gyakran előfordul mostanában, az fölfedezze és megtisztítsa, és megmutassa, hogy mire élik benne. És ez itt tényleg sikerült. Tehát az, hogy ez az egy eurós piacból, és az álmennyezeteiből, és az elrondított tereiből ki lett hámozva, ez egyrészt egy nagyon erős fenntarthatósági gesztus, tényleg, de másrészt azt is üzeni nekem mindenképpen, hogy ennek a korszaknak a hétköznapi építészete a sok-sok olyan értéket rejt, amit jó lenne, hogyha felfedeznénk. És ilyen módon, mint ahogy ennél az épületnél történt, ezzel a tisztelettel, megérzékenységgel megtisztítanánk, és hát ugye az építésznek a saját háza, meg az építésznek az irodája, az nyilván egy erős statement, és hát ez egy olyan statement, amivel nagyon lehet azonosulni, azt hiszem. Úgyhogy, hogyha egy pici rosszat kéne mondanom, de tényleg csak egy egészen pici lesz, én örültem volna, hogyha a homlokzaton azt a finom kis tagolásokat, amik az eredeti épületben megvoltak, és amik a párkányokat jelentettek a tetején, kis ugye a pilléreknek a vonalának a kirajzolását, hogyha ez megmarad. Ez a bordázott felülettel szerintem szépen együtt élt volna, mert egyébként szerintem az is tök jó, de nem lett volna szükséges kisimítani ezeket a finom felületi differenciákat, de ez tényleg csak az a kis apróság, ami nekem ebből, hogyha nagyon keresem, hogy mi az, ami nem tetszik, akkor ezt mondanám. Én akkor mondok egy rosszat, de azt is csak más mondta. Szóval, hogy mert volt egy kis vita, hogy tényleg marha jó az épület, én is nagyon-nagyon szeretem. De elhangzott az, hogy tulajdonképpen az építész iroda munkásságát azért nem ez a fajta építészet jellemzi. Tehát, hogyha mondjuk valaki ezt egy ilyen portfólióként próbál értelmezni, akkor csodálkozni fog, hogy amúgy az irodának az épületei más típusúak, nem ezt az újrahasznosító gondolatot követik. És ezen gondolkoztam, hogy ez jó-e vagy nem, hogy ez tulajdonképpen különbözik az irodának a saját háza a többi házaitól, és arra jutottam, hogy végül is ez jó, mert hogy megmutatja az esetleges megrendelőknek, hogy mi amúgy ilyet is tudunk, sőt, hogyha hagytok minket építeni, akkor ilyet fogunk csinálni. Mert ugye egy kis iroda az villoghat ilyennel, hogy ő most akkor egy ilyen lecsupaszított, meg nem tudom micsoda, meg újrahasznosított, amiben az van gyakran, hogy nem nagyon van más lehetősége. De az, hogy egy ilyen méretű iroda megengedi magának azt, hogy egy ilyet csinál saját magának, az szerintem egy tök jó húzás. Úgyhogy gratulálok. Kicsi rosszat sem tudok mondani igazából, csak az jól lenne felerősíteni még a részünkről is talán ezt megüzenni nagyon sok felé, hogy tényleg ez egy olyan példaértékű beruházás, hogy a meglévő Budapest meglépő épületek, elhanyagolt épületek, gyakorlatilag az utolsó felújítás előtti utolsó pillanatában igazi építészeti senki földjének számító lakóépületek mellett álló tereket ilyen minőségben újra lehet újra születhetnek, megvalósulhatnak itt is akár építészirodák, vagy más irodahelyiségek, és gyakorlatilag ugye Budapest belső részét több kilométer szélességben veszik körben ilyen barna mezős területek, ami tele van akár 100 éves, akár 50 éves gyárépületekkel, irodaépületekkel, egyéb hasonló építményekkel, amik arra várnak, hogy valaki felfedezze őket, és a város túlburjánzása helyett jó lenne, hogyha ezek a területek, ezek az épületek születnének újjá, és talán az építésziroda hírneve az, meg ennek az épületnek a hírneve talán tényleg fel tudja erősíteni ezt a tendenciát, és jó irányba megy tovább a város fejlődése. Volt egyébként arra példa, hogy valaki ihletet merített az irodátokból, magából? Vagy nekem volt egy olyan, mert ugye online megbeszélések vannak, és amikor bejelentkeztem kamerával, az a megbízó, aki a másik oldalán volt az online felületnek, így látta a tárgyalót, és azt mondta, pont ilyen irodát szeretném. Hát akkor volt. Igen. Ez egyértelmű, igen.
Bocsánat, én szeretnék még egy kicsit ilyen ünneprontó lenni. Én, hogyha építész lennék, ez ne, én itt nem érezném jól magamat, mert nekem ez nagyon felkavaró lenne. Nagyon sok a kábel, én nem tudok ilyen helyen dolgozni, de abszolút, igen, viszont azt nagyon el tudnám képzelni, hogy átadjátok, ha megunjátok, és egy nyugodtabb térre vágytok, akkor átadjátok egy étteremnek, visszaadjátok az eredeti funkciót, és mondjuk egy ilyen komolyabb magyar étterem oda. Ott egy kábelmentes. A kábelek közé, de ilyen, igen, ilyen bőr, skandi butorzattal. És még egyet szeretnék mondani, hogy ez elhangzott, hogy ez az őszinte építészet, hogy nekem ez nem őszinte építészet, hanem ez egy nagyon trendi világ. Ezt inkább ilyen romtrendinek nevezném, és szerintem ez van, és van is helye, de ezek nem elég nemes anyagok ahhoz, hogy ez igazán, igazán jó legyen, úgyhogy én nem annyira rajongok ezért a kialakításért, de nagyon menőnek tartom. Szabad válaszolni? Hogyne. Van egy másik fontos aspektus ennek az egésznek, ez pedig a történet. A történet arról, hogy ez mikor épült, kik építették, milyen anyagokból, és ez mind látszik. Látszik a falakon, hogy a 60-as években milyen téglából hogyan rakta a kőműves azt. És nagyon sok olyan jel van még a falon, a vakolat alatt, amit leszettünk, amit akkor raktak rá. És ez az őszinteségnek egy olyan formája, és a történetiségnek, amit szerettünk volna megmutatni. Szakmai zsűritől, Andor. Nagyon pontosan szeretnék fogalmazni az első pár mondatba. Én azt gondolom, hogy az ország egyik két legjobb építészpárosa áll most előttünk, akiknek a munkáit kortárs építészet órán én tanítom. Másfelől azt is gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy eljutott oda a magyar építészet szakmaszociológiailag, hogy képes egy iroda képviselni magát egy ennyire kiemelt helyen, egy önálló házban. Nem egy 11 kerületi albérletben, nem egy összenyitott lakásban, semmi probléma az összenyitott lakásokkal, hanem van egy önálló székháza egy irodának, amelynek az alapjait a szemünk előtt szerveztétek meg, és nagyon jól dokumentálható a publikációk alapján. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy fantasztikus zicser maradt ki. Azt gondolom, hogy ugyan fantasztikus dolog, hogy ennek a nagyon-nagyon megtépázott és emlékezeti vakfolton létező örökséget ezt valaki felújította, felfedezte, de azt is gondolom, hogy az a nagyon rutinszerű greenwashing, ami akár itt a prezentációban elhangzott, akár azokban az anyagokban megjelent, amit egyrészt ismerünk a történetek bemutatásán keresztül, Molnár Beának a Katona József színházáról. Csőstül dől ránk, még András Hülti palotákban is, különböző romkocsmák formájában. Én bevallom becsülettel sokkal jobban örültem volna, hogyha két ennyire felkészült, és ennyire magasan pallérozott műveltségi építész megmutat valami szubtilis esztétikát ebből a korszakból, ami segít nekem, Andornak, meg egy csomó mindenki másunknak felfedezni és megmutatni döntéshozóknak azt, hogy miért is volt gyönyörű ez a korszak. Bevallom becsülettel a nyersanyagok, a látszóanyagok, a visszavert megoldásoknak a rutinszerű gesztusa helyett én izgalmasabb láttam volna azt, hogy miképpen lehet ma valódi, bocsánat, az építészet csinálás és a tudatos építészeti részletképzésnek az eszközeivel, amit egyébként Csipperfieldnél is látunk példát, hogy ott maradnak nyomok, meg a Fosternél is a Berlinben, az orosz feliratokra gondolva. Tehát, hogy egy magasabb, komplexebb építészeti tervezési és részletképzési eszközökön keresztül van bevilágítva abba a sarokba, mely azt gondolom, hogy változatlanul sötét maradt avval, hogy egy romkocsma született itt. Ezzel együtt ismétlem, nagyon-nagyon-nagyon értékelem az irodának a munkásságát. Ez a ház, ez a megoldás nekem személy szerint ezek miatt az okok miatt nagyon nem tetszik. Igen? A romkocsma és a greenwashing is elég erős kifejezés, azt hiszem ide. Azt hiszem, hogy nagyon külön kell választani az, hogy kívülről mit látsz, és hogy érzed magad belül, milyen az atmoszféra. És ez Dórára is reflektálok. Kábelekre, meg kreatív káosz. Tehát én azt láttam, amikor ott jártam, hogy az építészek jól érzik magukat, és valahogy az volt a nagyon furcsa, hogy beszélgetnek, telefonálnak, és mégis van egy ilyen csend tulajdonképpen. De érdekes.
Nem volt zajos. Számomra nem volt zajos. A másik, ami Andorra reflektálva, hogy azért itt nagyon fontos az a dokumentáltság. Tehát, hogy akkor tudsz valamit megcsinálni, 63-ban épült az épület, ha jól emlékszem, hogyha az megfelelően dokumentált, itt nem volt az. És az nagyon érdekes, hogy kívülről, hogyha nézed ezt az épületet, nem tudod pontosan eldönteni, hogy mikor épült. Persze, egy szakmabeli biztos, hogy nagyon sok részletből felfedezni, hogy ez 2010-es évek, de érzetre hozza nekem legalábbis ezt a szocmodern korszakot a greenwashing szóra, meg még annyi, hogy a Lajos, amikor körbevezetett, azt mondta, hogy csak idén nyáron 4-en vettek biciklit. Tehát amikor most nagy szó, hogy a társadalmat tudod alakítani, de hát tulajdonképpen ez egy mini társadalom, tudod azzal alakítani, hogy az iroda tizede tényleg elkezd biciklizni, és van hozzá zuhanyzó, van hozzá öltöző, meg minden, azt hiszem, hogy ez nagy dolog, meg még ilyenek is tervbe vannak véve, hogy nem csak, hogy rendbe tették a környezetet, hanem még rohar legelő is lesz. Tehát, hogy ez már megtörtént a fotózás, a bejárás, minden, de hogy még vannak tervek arra, hogy ezt folytassák. Nekem emiatt nagyon tetszett. Igazából én teljesen, tehát csak hozzátenni tudok ahhoz, amit a Laci mondott, egy olyan személyes benyomásom van, hogy ugye ez volt az első épület, amit bejártunk zsűriként, és hogy az a teszetoszaság, ami egy ilyen első közös bejáráson ott van a levegőben, bennem rögtön feloldódott, amikor beléptünk ezekbe a terekbe. Tehát, hogy olyan szikár és jól működő belső terek vannak, amik egy ilyen akár nem is összeszokott társaságot nagyon hamar feloldottak, és én azt éreztem, hogy otthonosan tudtam mozogni egy térben, aminek alapvető funkciója az, hogy ott munkatársak fluktuációja van, tehát hogy nagyon, nagyon hamar fel lehet ismerni a tereket, és otthonosan lehet bennük mozogni, úgyhogy ez egy nagy pozitívum volt számomra. Köszönjük szépen zsűri értékelését. Most pedig történjen meg a szavazás. 9-10-9-10-9-10-7-10. És köszönjük szépen a prezentációt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.